Nagyon boldogok vagyunk, szeretnék innen is gratulálni a csapatomnak. Nagyon-nagyon küzdöttünk, elég nehezen indult az egész, mert ugye volt egy áramszünet, ami miatt csúszott a mérkőzés, közben leszakadt az ég, szóval voltak nehezítő körülmények, de összességében nagyon pozitívan láttam, mert a csapat jó helyt állt, jó reagáltunk arra, hogy teljesen másra készültünk az ellenféltől, és próbáltak egy másik játékrendszert ellenünk játszani. Nagyon fizikális volt az ellenfél, de azt gondolom, hogy kontrolláltuk a mérkőzést, sok lövésünk volt, volt 18 kapura lövésünk, szóval azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy azért próbáltunk nyomást helyezni a kapurokra, próbáltunk győzelemre játszani, és rúgtunk szép gólt is, volt még nagy helyzetünk, szóval azt gondolom, hogy összességében elégedett lehetek. Így azt hiszem, hogy maradt még szombatra bennünk egy-két gól. Arra kellett figyelni az utolsó percekig, azért nem voltak rosszak támadásokban ezek a fehér oroszok, a beadásaik azok veszélyesek voltak, de szerintem nagyon jól helyt álltunk, és nagyon jól teljesített a csapat, úgyhogy én is gratulálok mindenkinek, mindenki nagyon jó formát hozott ezen a meccsen, úgyhogy ugyanígy tovább kell mennünk, és akkor megvan a továbbjutás. Mindenképp egy nehéz meccsre számítottunk. Reménykedtünk benne, hogy nem lesz ennyire nehéz, de az utolsó percig küzdöttünk, egységesek voltunk, és így meg tudtuk szerezni a győzelmet, és ez nagyon fontos. Igen, amikor belőtted ezt az óriási gólt, akkor 2-0-nál gondoltad volna, hogy itt a végén még lehetnek izgalmak? Reménykedtem benne, hogy nem lesznek izgalmak, de sajnos ez így alakult. Aztán ugye lecseréltek, és az öltözőbe azok nagyon nehéz percek voltak, ez az utolsó 10 perc, az nem telt gyorsan. De ott, amikor berúgtam, akkor reménykedtem, hogy nem lesz. Hogy tetszett onnan hátulról Németh Dani gólja? Nagyon, hát azt mondják kis gól is gól, de hát most néha-néha Daninak elsült a jobbos. Te kiszedted volna? Hát nem tudom, ez helyzet függő. Én szerencsére nagyon jó szögből láttam az egészet. Tudjuk, hogy a Dani egy nagyon jó képességű játékos, és nagyon jó formában van, és nagyon örülök, hogy végre tétmérkőzésen is kijött, és hogy remélem, hogy sokan látták, és azért látszik, hogy vannak magyar tehetségek. Életed gólja? Hát reméljük, hogy lesz ennél nagyobb is, de eddig azt hiszem, hogy igen, elég nagy gólnak számít. A Juventusból jöttél ugye haza ide az EB-s rejtezőre, mesélj egy picit, hogy érzed ott most magad? Na, jól érzem magam, jól megy a bajnoki, egyre jobb formában érzem magam, egyszerűen meccsre tudok fejlődni, úgyhogy nagyon jó formában jöttem ide, úgyhogy hát vártam nagyon ezt a selejtezőt, hogy azért jó formát tudjak itt is nyújtani, és akkor továbbjutás legyen. Melyik csapatban játszol ott most? U19 a Primaverában. Az már közvetlenül a felnőtt csapat előtt van? Nálunk van egy U23-as csapat is, de igen, a Primavera azért ott erős bajnokság. Szoktál feljebb is edzeni? Igen, most pont mielőtt jöttem, két edzés is a felnőttel voltam, úgyhogy az jó volt. És miért együtt edzeni a nagy menőkkel? Nagyon jó. Hát szerencsére már jól fogadnak, mert ugye sokat találkoztam már velük, úgyhogy mindenki, hogyha találkozik, vagy kérdezi, mi a helyzet, hogy vagyok, mondják, hogy nem mentem össze, ugyanakkora maradtam. Úgyhogy jó, nagyon jó. Van egyébként közülük esetleg olyan, aki jobban a szárnyai alá vesz, és... Hát a harmadszámú kapussal beszélgetek nagyon sokat, a Pinszoljóval. Ővele azért igen, meg a Buffon volt, mikor ugye ott volt, de hát most sajnos elment, úgyhogy már nem tudok tőle többet tanulni. És miben fejlődtél odakint, hogy érzed, mivel léptél előre? Kint mentálisan nagyon sokat fejlődtem, a lábbal való játékban is a technika, az olasz technika az nagyon sokat segített. Milyennek a csapatnak az ereje, hogyan tudnád ezt csapatkapitányként megfogalmazni? A csapatnak a magja az már régóta együtt van, így U15 óta együtt vagyunk, és nagyon jól ismerjük egymást, tehát hogyha bejövünk, tudjuk, hogy kinek mi az jobb dolga, kinek hova kell tenni, mikor lábra, mikor területbe, és ezt úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. És szerintem, akik mostanság csatlakoztak hozzánk, van egy-két mondjuk újabb játékos, azok is szerintem teljesen bele tudtak ebbe illeszkedni, ebbe a játékrendszerbe. Neked csapatkapitánként milyen extra feladataid vannak ebben a feladatban? Hát nyilván azért egységbe tartani a csapatot azokban a nehéz pillanatokban, mint például a bekapott gólnál, és utána volt pár perc, amikor mondjuk a fehér oroszok kicsit nagyobb nyomást helyeztek ránk, akkor biztatni a többieket, és hogy fennmaradjon a koncentráció. Ezek a meccsen kívül annyira nincsen különös feladatom, pár instrukciót adni, hogy mikor van találkozó, stb. Ilyenek.
Ugye gondolom most már azért az észtek is a fejekben járnak, az milyen meccs lehet ez képest? Hogy kell egyáltalán rangsorolni a csapatokat, az észtek talán gyengébbek egy kicsit a fejében? Hát nem szabad senki se lebecsülni, mert mindenki okozhat meglepetést, úgyhogy ugyanúgy állunk oda, mint az összes többi meccshez, hogy maximális figyelem kell, ugyanúgy meg kell nyerni azt is. Majd kiderül, milyenek lesznek. Most jön majd a videózás, akkor kicsit többet tudunk róluk, de szerintem nem okozhat akadályt. Azt gondolom, hogy mélyen védekeznek, abból próbálnak gyors átmeneteket kialakítani. Ugye láttuk a mai mérkőzést, hogy Ausztria 4-0-ra nyert ellenük. Ki fogjuk elemezni azt a mérkőzést is, és tényleg próbálunk a lehető legjobban felkészülni rájuk. Reméljük, az időjárás egy kicsit kegyesebb lesz hozzánk, és jó körülmények között, jó pályán le fogjuk tudni győzni őket. És azzal meg lehet, hogy a továbbjutás is, egyébként nektek mi a céltok? Továbbjutás vagy csoportgyőzelem? Hát szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy. Első számú szempont a továbbjutás, és hogyha lehet, akkor szeretnénk megnyerni a csoportot.